Több mint 18 km gerincvezeték, 2,6 km nyomóvezeték, 6 átemelő és egy vadonatúj szennyvíztisztító telep. Ezek a mögöttünk hagyott hónapok igen nagy volumenű eredményei. Elkészült településünk eddigi legnagyobb környezetvédelmi beruházása, melynek során Egyek, Görbeháza és Polgár településsel közösen végre Nagyrábén is korszerű szennyvíz elvezetés és kezelés szolgálja az itt élők mindennapjait. A településünket érintő uniós támogatás összege megközelíti az 1,8 milliárd forintot, melynek következtében megszűnt többek között a talajvíz szennyezése, valamint a sérülékeny ivóvízbázis veszélyeztetése is. A beruházás kapcsán tartott sajtónyilvános rendezvényt az önkormányzat, melyre kameránkkal mi is betekintést nyertünk. A megjelenteket Tiszai Károly polgármester köszöntötte. Egy nagy projekten vagyunk túl, itt Nagyrábén már teljesen készen. Sok számot mondhatnék, de erre majd elmondanak pár dolgot, azért annyit elmondanák hirtelen, hogy Nagyrábén 1 milliárd 754 millió összegből és 124 millió. Korábban tervezett önerőből készült ez a projekt. Azt hozzá kell tenni, hogy ez teljes egészében támogatás is, innen is külön köszönöm Magyarország kormányának azt, hogy teljes egészében saját hatáskörben átvállalta az önerőt lakosainktól és tőlünk. Tiszai Károly elmondta továbbá, hogy az Észak-Kelet-Magyarországi Szennyvízelvezetési és Kezelési Fejlesztés című projekt egy régóta várt beruházás Nagyrábén. Ilyen mértékű támogatásban talán még sosem részesült a község korábban. A szennyvízhálózat tényleges kivitelezése 2018 tavaszán kezdődött, és 2019 októberében kezdődhetett el a 6 hónapos próbaüzem, tudtuk meg. A tervek szerint 6 hónapos próbaüzemről volt szó, de a végén ez május 23-áig tartott, ugye március 31 helyett, tehát azért közel 8 hónapig a próbőzöm alatt, aki rákötött, ráadásul ingyen használhatta és tesztelhette is ezt a rendszert. Annyi azért szerencsés volt, és a lakosságnak külön köszönöm most is, így nem csak a rákötések számát, hanem már minél hamarabb rákötöttek. Tehát a próbőzöm kezdetén is már megfelelő szennyvíz állt rendelkezésre ahhoz, hogy ez a telep tényleg beálljon és tényleg jól működjön. Most pedig már több mint 90%-os a lakossági rákötés is. Úgyhogy jól állunk, és most már védjük a környezetünket, úgyhogy a jövő környezetvédelem szempontjából azért biztosított településünkön. Nyilván az ingatlanok értéke is megnőtt. Nyilván egy tiszta, egészséges környezetben azért sokkal élhetőbb egy település, és ez sok minden más is szerencsére most alakult Nagyrábén, ugye megújult a főútunk. Szennyvízberázás alapján minden útunk járhatóvá vált, éppen most készül az orvosi rendelő felújítása, néhány egyetem belül azt is átadjuk. Épül most még az ősszel két játszótér, tavasszal pedig, valószínűleg tavasszal az időjárás miatt pedig két új utat is meg fogunk csinálni, olyat, amit nem érintett a szennyvízberuházás, mármint maga az út nyomvonalát, de most sikerült azért főleg állami támogatással pénzt kapni rá. A sajtónyilvános rendezvényen dr. Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője is kifejezte elismerését a településünkön megvalósult szennyvízberuházás kapcsán. Kiemelte, a Hajdú 4-es választókörzetben Nagyrábé a 7. település, ahol megoldódott a szennyvízkezelés, ez együttesen csaknem 10 milliárd forint értékű uniós és állami támogatást jelent az utóbbi 10 évben. 2004-ben, amikor beléptünk az Unióba, óriási lemaradásunk volt a környezetvédelem szempontjából, több 100 milliárd forint beruházás kellett, és kell még ahhoz, hogy utolérjük a nálunk boldogabb körülmények között élő országokat, de úgy gondolom, hogy ebből a nagy versenyhátrányból azért néhány kilométer sikerült legyőznünk, hiszen ha az utóbbi 10 évre nézek vissza, akkor büszkén mondhatom azt, hogy a választókörzetemhez tartozó, a Hajdú 4-eshez tartozó települések közül 7-ben valósult meg óriási szennyvízberuházás. Hajdubagos, Monostorpályi, Hosszúpályi, Derecske, Konyár, ott is most volt az átadás nemrégen, és az elébb említett Diharnagyban, valamint itt Nagyrábé, ez 10 milliárd forint feletti beruházást jelent, és remélem, hogy nem állunk meg e vonatkozásban, bár itt most már a választókörzetem térségében 2000 lakos alatti települések vannak, és hát jó lenne arra is valamit majd kitalálni, hogy ők is pályázhassanak, és ők is ilyen korszerű módon, mint itt Nagyrábén oldják meg a szennyvíz elvezetést. Én emlékszem rá annak ide, amikor Nagyrábé a Hajdú 4-es választókörzethez tartozott, egy-egy falugyűlésre mindig felmerült nagyon sok probléma,
mikor lesz kész a Füsti út, az a út itt, átmenő út, a tornaterem mikor lesz. Hát lassan, lassan, de biztosan haladunk előre, és ezek a jelentősen mértékű beruházások az átadáshoz értek, hiszen van tornaterme, a Füsti út elkészült, elkészült a településen átvezető út. Hát összesen merem adni, ez is több milliárd forint értékű beruházást jelent. Nagy Rábé a fejlődés útjára lépett, mondta képviselő úr, aki rendkívül ígéretesnek tartja, hogy a lakosság több mint 90, a közüzemek pedig csaknem 100%-a már rákötött a Nagy Rábén kiépült szennyvízhálózatra. Sajnos a civilizációval együtt jött a környezet nagyon nagy mértékű szennyezése. Most van éppen egy akció a műanyagok gyártásának a szűkítésére, a palackok kivonására, hiszen az ember okozza a legnagyobb problémát a környezetben, hiszen mi szennyezzük legjobban a környezetet. És hát a vidéki településeken ez egy nagyon nagy gond volt, hogy a szennyvízelvezetés nem volt megoldva. Büszkén mondhatom azt, hogy a választókörzetünkben ez a 7. olyan település, ahol a szennyvízkérdést megoldottuk. És hát élhetőbb környezet, élhetőbb és egészségesebb környezetet teremtett az itt élő lakosoknak. És hogy a lakosok mennyire örömmel fogadták, mi sem bizonyítja jobban, hogy majdnem 100%-os a rákötés. Az intézmények részéről 100%-os, a lakosság részéről pedig 95% feletti. Tehát magyarul itt a kormánynak a szándéka és a lakosság elvárása találkozott egymással. A rendezvényen az infrastruktúra fontosságára hívta fel a figyelmet beszédében Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke. Hangsúlyozta, az itt élők megérdemlik az élhetőbb, egészségesebb környezetet. Olyan sokszor használjuk ezt az infrastruktúra kifejezést, de valami olyan magyar szót kellene találni, ami igazából kifejezi azt, hogy ez olyan beruházások összessége, ami az emberi jólétet, a gazdasági növekedést elősegítő beruházásokat valósítjuk meg, teljesen mindegy, hogy közúti, vasúti, vagy esetleg víz, szennyvíz, vagy oktatási infrastruktúrát építünk. Valamennyinek azt gondolom az a közös eleme, hogy olyan elemek valósulnak meg, amelyeket mi használunk, teljesen attól függetlenül, hogy hol élünk. Még az jutott eszembe, hogy hát milyen boldogok lettünk volna, ha mondjuk a rendszerváltozás időszakában van olyan helyzetben Magyarország, hogy azokat a beruházásokat, amelyeket az elmúlt években sikerült megvalósítanunk, hamarabb tudtuk volna elkezdeni, akkor nagy valószínűséggel sokkal több ember élne ma is vidéken, nem kellett volna több embernek azt gondolni, hogy más nagyobb településeken jobb ellátás, jobb infrastruktúrális feltételek vannak. Én örülök, hogy most Nagy Rábén ilyen mértékű fejlesztés valósult meg. Igazából azt gondolom, hogy miután Debrecenben is volt ilyen 2004-2007-es EU csatlakozásnál kezdődött egy ilyen nagyobb szennyvíz program, de előtte például a debreceni emberek saját hozzájárulással valósítottak meg különböző utcáknak a közvetítését. Tehát volt egy szerves fejlődés ennek a beruházásoknak, és hát valljuk be őszintén, hogy nehézséget is okozott az embereknek. Még a 2004-2007-es időszakokat követően a településeken nagyon komoly probléma volt, hogy milyen önerőt hogyan tudunk biztosítani. Bizonyára emlékeznek, hogy lakástakarékpénztár, a különböző szervezetek szervezték a 2-3 ezres egyesületeket, hogy hogyan lehet majd 5-7 éven keresztül fizetni az önerőnek a mértékét. De hál' Istennek most azokat az időszakokat érjük, amikor a magyar kormány átvállalja ezeket a költségeket a lakosságtól. Elnök úr a közeljövőben megyékbe érkező forrásokról is szót ejtett riporterünknek, hiszen a megyei önkormányzatnál jelen pillanatban zajlik az uniós és állami támogatások felhasználásának megtervezése. A 2021-es év 1400-1700 milliárd forint értékű fejlesztést ígér Hajdú-Bihar megyének. A következő időszakban is olyan idő előtt vagyunk, ahol újabb magyar kormány és európai uniós források tervezése folyik a megyei önkormányzatnál. A polgármester úr és a képviselőtestület elég aktívan részt vesz ebben, úgyhogy reméljük, hogy a jövő év elején el tudjuk indítani azokat a projekteket, amelyek hasonló léptékben azt tudják mutatni a nagyrábélyeknek, illetve a vidéken élőknek, hogy
hogy van vidéken is magas életszínvonalat lehet biztosítani, ez olyan szolgáltatásokat kell, hogy biztosítsunk, és én bízom benne, hogy ezek a fejlesztések a következő időszakban is nagyon sok ilyen átadást és nagyon sok szalagátvágást fog jelenteni. Elsősorban azt mondjuk az intézmények felújítása, zöld települések, különböző úgynevezett kék és víz, kék és zöld infrastruktúra, tehát a víz megtartással kapcsolatos, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos kérdések, energetika, megújuló energetika, okos települések, egészségügyi, szociális intézmények, oktatási intézmények fenntartása lesz a úgynevezett versenyképes Magyarország operatív program keretében, amit a megyei önkormányzat koordinál. De mellett ugye azokat a fejlesztéseket is várjuk, ami sokkal nagyobb régió tekintetében, az északkelet magyarországi gazdasági övezet kapcsán valamennyi infrastruktúrális és gazdaságfejlesztési környezetvédelmi projekteket várjuk, amelyeket ebben a térségben szeretnének megvalósítani. A monumentális munkálatokat mind a négy településen a Svitelszki Magyarország Kft. Nyert el, azonban a tényleges kivitelezést alvállalkozó a Kevijép Kft. Végezte, valamennyi a pályázatban szereplő településen. Mint vállalkozó nekünk az volt a feladatunk, hogy a teljes a létesítményt építsük meg, illetőleg üzemeltessük be. Ehhez persze volt, ahol bontanunk kellett, volt, ahol rekultiválnunk kellett, de a projekthez tartozott az összes tervek és engedélyek megszerzése is, sőt, hát a megvalósulási tervek, üzemeltetési engedélyek és így tovább. Nos, a nagyrábai beruházásról már hallottak adatokat, ténylegesen 949 házi rákötést valósítottunk meg, és ehhez 18 kilométer gerincvezetéket építettünk, valamint hát el kellett vezetnünk a szennyvizet az új szennyvíztelephez, ahova 2,6 kilométer nyomóvezetéket építettünk, mindezt 6 átemelővel tudtuk megvalósítani. A kivitelezés valamikor 2018 tavaszán kezdtük, miután 2017 őszén sikerült a szerződést megkötnünk, és először itt Nagyrábén kezdtük a négy település. Ugye ebben a projektben négy település volt, amint azt hallották a korábbiakban. Itt most csak Nagyrábénra koncentrálnék, ahol rögtön el kellett kezdenünk a nyomóvezeték építését a főúton, hiszen a magyar közúttal az volt a megállapodás, hogy utána ők jönnek és a teljes aszfaltozást, a teljes rehabilitációt a főúton megteheszik. Ehhez viszont nekünk hamar meg kellett építeni a nyomóvezetéket, sőt még a konszolidációs időszakot is biztosítanunk kellett, hogy ott aztán tudjanak építkezni. Ehelyütt szeretném megköszönni én is a lakosoknak a kivitelező nevében a türelmet, hiszen minden utcában, minden ház előtt egyszer fölbontottuk, egyszer építettünk, és aztán még helyre is állítottuk. A helyreállításról ugye egy ilyen projektben mindig azt kell tudni, hogy nekünk az a feladatunk, hogy az eredeti állapotot állítsuk helyre, tehát ahol aszfaltos utat bontottunk, ott nyilván nekünk is a nyomvonalon aszfaltoznunk kellett, ahol zúzottköves utcát bontottunk, ott nekünk is zúzottköves helyreállítást kellett végrehajtanunk. Én bízom benne, hogy ezek a helyreállítások a lakosok megelégedésére megtörténtek, igyekeztünk a legjobbakat megtenni. Az eredeti szerződésben foglaltak szerinti határidőt tudta tartani a kivitelező cég. Jelen pillanatban a szennyvíztelep próbaüzemét sikeresen befejezték. A 2020 decemberi határidőre mind a négy településen befejeződik a kivitelezés, közölte riporterünkkel dr. Becker László. A szennyvíztelep maga egy 200 köbméter per napos kapacitású biológiai és kémiai folyamatokkal lebontó szennyvíztelep. A fizikai kivitelezések azok 2019 őszére telére befejeződtek, rákötéssel együtt, tehát el tudtuk kezdeni már akkor a próbaüzemet. A próbaüzem idén májusra sikeresen befejeződött, tehát az üzemeltetővel együttesen a hatóságok felé tudtuk bizonyítani, hogy azok a paraméterek, ezek a tisztasági paraméterek megfelelőek, tehát idén nyára gyakorlatilag Nagyrábén már kész voltunk, a többi településen is most folynak az átadások. A sajtó nyilvános rendezvényen a szennyvízhálózat tényleges kiépítését végző Kevijép Kft. Műszaki igazgató helyettese
is pulpitus mögé állt, hogy kivitelezői szemmel is bemutassa a projektet a megjelenteknek. Ugye azt el kell mondani, hogy két új szennyvíztelepet építettünk, ugye az egyiket Nagyrábin, ami már át lett adva, illetve Egyeken, aminek jelen pillanatban folyik a próbaüzeme. Mind a kettő szennyvíztelep, ugye a Nagyrábi az 200 köbméter per napos, az Egyeki az 500 köbméter per napos. Nem a nagyságrend volt az igazi kihívás, hanem a műszaki, a kibocsátott szennyvízminőség miatt nagyon szigorú elírásokat kellett betartanunk. Ugye a Nagyrábi, mivel a befogadó az nem állandó vízfolyás, így úgy kellett megoldani, hogy gyakorlatilag majdnem tiszta víz, kémia szempontból teljesen majdnem tiszta vízminőségi kibocsátó szennyvizet kellett produkálnunk. Egyeken pedig, mivel a Hortobágyi Nemzeti Park mellett van, és a régi szennyvíztelepet emiatt zárták be, ezért volna egy kihívás ilyen telepet építeni. Mind a kettő sikeres. Egyek kapcsán ugye a harmadik sikeres mintavételen vagyunk túl, gyakorlatilag jövő héttel vesszük le az utolsó mintát, és amennyiben ez is megfelel az előírásoknak, gyakorlatilag az Egyeknek a szennyvíztelepének is a próbaüzeme lezárható. A hálózat kapcsán, ugye el kell mondanom, hogy már azért Tiszai Károly polgármester úr is említett, a tervezés, engedélyezés során és a kivitelezés során a lakossággal nagyon jó együttműködés sikerült kialakítanunk. Köszönjük ezúton is nekik az együttműködést. Tényleg minimális problémákkal sikerült a kivitelezés és a helyreállítást megvalósítanunk. A lakossággal és az önkormányzattal szerencsére nagyon jó együttműködés volt. Segítették a munkánkat. Igazából köszönjük ezúton is a türelmüket, mert tényleg szükség volt rá, hogy sok kellemetlenséget okozott a szennyvízcsatornépítés. Maga az önkormányzat is abszolút segítőkészen pozitívan állt hozzá. Ebből adódóan igazából túl sok nehézség nincs. Nyilván Nagyrábénak a víz talajadottságaiba adódóan azért kicsit nehézkes volt az építés, illetve a szennyvíztelepnek a kibocsátott paraméterei az elég magas követelményeket kellett megfelelni. Ez okozott kicsit nehézséget, de ezt is természetesen sikeresen megoldottuk. Mivel Nagyrábi lakossága számára a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT biztosítja az egészséges ivóvíz ellátást, az új vízi közmű üzemeltetésével is a társaságot bízta meg az önkormányzat. Vida László, a TRV ZRT képviselője hangsúlyozta, igyekeznek megfelelni a jelenkori elvárásoknak, Sió gazda módjára üzemeltetni a kiépített rendszert. Korszerű biológiai szennyvíztisztító telepen megépült az iszapfonal, megépült hozzá az iszaptározó, és az iszaptározóban megfelelő 180 napos pihentetéssel ugye az iszapot be tudjuk tározni, amelynek ezzel megoldódott az iszapnak a betárolása, és ezáltal majd kihelyezésre kerülhet a termőföldekre. A termőföldre való kihelyezésnek a környezet szempontjából legfontosabb és leghasznosabb módja az iszapnak a hasznosítása, ugye állandó kémiai, vízkémiai paraméterek, illetve ugye vizsgáljuk az iszapot, mi helyezhető ki a termőföldre, ezáltal ellenőrizhetővé válik a termőföldre kijutatott iszapnak a megfelelő tápanyag minősége. Az iszapnak ezen formáját így hasznosítani, ez a legkorszerűbb és a legoptimálisabb módja az üzemeltetésnek. A beruházás befejeztével a nagyrábélyi települések ezáltal komfortosabbá váltak, az ingatlanok értéke ezáltal egy ilyen értéknövelő beruházással emelkedett. A lakosság hozzájutott egy olyan szolgáltatáshoz, ami eddig a kisvárosok vagy nagyvárosok lakóinak volt csak privilégiuma, ezáltal a vonzóbbá válik nagyrábélyi település való ideköltözés, illetve a maga az élet minősége is ezáltal a korszerű víziközmű beruházással az itt való élet minősége is jobbá vált. Ezáltal az itt élők elégedettebbek lesznek, a talajvízzel terhelt, talajvízzel való küzdelmük ezáltal
a múlti. A községben zajló kivitelezési munkálatok tehát néhány hete befejeződtek. A beruházással javul a felszíni és a felszín alatti vizek minősége, hiszen az új rendszer által összegyűjtött szennyvíz tisztítótelepi kezelést követően káros anyagoktól mentesen kerül vissza a természetbe. A régen várt beruházással 100%-os lett községünk szennyvíz csatorna hálózatának lefedettsége, az itt található ingatlanok értéke pedig jelentősen emelkedik azáltal, hogy rácsatlakoznak a hálózatra.